Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Balogh Zoltán volt a szekszárdi léleképítő vendége. Lezárult az Én Pannóniám vers és prózamondó verseny. Böjte Csaba Paksra látogatott. Jakubcsek Gabriella Covid élményeiről mesélt Szekszárdon. Balogh Zoltán a hazai református közösség lelkészi elnöke volt a Szekszárdi Léleképítő nevű sorozat legutóbbi vendége. Az egyházvezetővel előadása előtt beszélgettünk. Ott egy olyan együttélés lehetne Kárpátalján, magyarok, ukránok, ruszinok vagy rutének, én még idehozom a cigányokat is között, ami példamutató lehetne Európában. Az orosz-ukrán háborúról szóló gondolataival nyitotta meg a beszédét a Magyarországi Református Egyház lelkészi elnöke a Léleképítő című közéleti beszélgetés sorozat legutóbbi alkalmán. Balogh Zoltán arról beszélt, ez nem a magyarok harca, és hogy ez így maradjon, mindent el kell követni. A református egyház viszont felkészült a legrosszabbra is, és minden támogatást megad a Kárpátalján élőknek, mint ahogy tette az elmúlt évszázadokban is, ha az elesettek, a kiszolgáltatottak védelmezéséről volt szó. Újra és újra bajba kerül az emberiség, bajba kerül az emberi közösség, és aztán meg eljön az áldásnak az ideje, a felemelkedésé, a szabadulásé, úgyhogy mi minden bajban úgy vagyunk benne, hogy biztosan vagyunk benne, hogy az Isten elkészíti a kimenekedést, a szabadulást. Nem biztos, hogy akkor, amikor mi akarjuk, nem biztos, hogy úgy, ahogy mi akarjuk, de hogy újra és újra megtapasztaljuk azt a legnagyobb bajban is, hogy az Isten kezében vagyunk, és ő a tenyerén hordoz bennünket. Mi szeretnénk továbbadni ezt a hitet, ezt a bizonyosságot. A református szeretett szolgálat a háború kezdete óta folyamatosan részt vesz a humanitárius károk felszámolásában. Mostanra közel 1000 önkéntes, köztük orvosok és tolmácsok segítik a fegyverek ropogása elől menekülőket. Nem lehet elég erős szavakkal elítélni az, hogyha valaki egy szuverén országot megtámad. Még hogyha lehetne is rá ilyen-olyan amolyan oka, a háború az nem lehet, nem csak a 21. században, hanem soha a konfliktusok elintézésének a módja. Úgyhogy nem kell nekünk ebben óvatosnak lenni, határozottan ki kell mondani, hogy az agresszió, az letámadás, az jogtalan, az elfogadhatatlan, az megmagyarázhatatlan, az az ember, az a hadsereg, amelyik ezreknek, tízezreknek, millióknak okoz mérhetetlen szenvedést, gyermekeknek, ártatlan, édesanyáknak, idős embereknek, az nem lehet. Azt nem lehet igazolni, azt nem lehet támogatni, azt el kell ítélni. A tavaly újra indított nagy sikerű közéleti beszélgető est előtt az emberi erőforrások korábbi minisztere azt mondta, a tradicionális egyházi közösségek szerepe jelentős mértékben nőtt az elmúlt 12 évben a magyar lakosság körében. A kormánnyal karöltve ugyanis azt vállalták, hogy a modern idők szavát meghalva a féle szociális szolgáltatóként is egyre aktívabban lépnek fel. A test és a lélek egybe tartozik, és kevés az, hogyha csak a testet ápoljuk, azt gondozzuk, szükség van a léleknek az ápolására is. Az egyház az együtt vállalja ezt az idős gondozásban. Most már a nevelőszülői hálózatban csak egy számot mondok, a Magyarországi Református Egyháznak 4000 nevelő szülője van, akiket próbál összefogni, és azok nem csak a gyerekeknek az ellátásáról gondoskodnak, hanem a lelki-szellemi növekedésükről is, kiteljesedésükről is, és hát az iskoláinkba pedig több tízezer gyerek jár, hetente 150 ezer gyereknek tanítunk hittant református keretbe, hogyha hozzáveszünk a katolikus testvéreket, akkor 500 000 gyerek jár Magyarországon minden héten hittanórára. Ezek mind olyan szolgálatok, amik nem egyszerűen arról szólnak, hogy az egyház erejét növeljük, vagy tagságát, hanem ez jó az országnak, ez jó a nemzetünknek, hiszen azok, akiket megérint az evangélium, az örömüzenet, Istennek a szeretete, azok jobb emberek lesznek. A korábbi évekhez képest határozott változást mutató szerepkörre pedig nagy igény van a társadalom részéről. Elég csak azt megemlíteni, hogy az egyházi fenntartású oktatási intézmények évről évre egyre népszerűbbek a szülők és a gyerekek körében. Idejövet beszélgettem az egyik óvodának a vezetőjével, aki panaszkodott, hogy olyan a túljelenkezés, hogy nem tudja eldönteni, hogy kit vegyenek föl, és hál' Istennek elmondhatom, hogy szinte mindegyik egyházi iskolába olyan mértékű a túljelenkezés, hogy ez egyáltalán nem csak az egyház tagjainknak az igényét fejezi ki, hanem azt, hogy az egyház tagságon túl is várják az emberek a református és a katolikus egyház szolgálatát is, mert mi szolgálunk,
ez szolgálat, és nem csak egyszerűen szolgáltatás. S egyház hazai vezetője szerint a jelenben talán minden korábbinál fontosabbá vált az egyházak szerepe. A társadalom tagjainak ugyanis a felgyorsult, szétzilált világban hatalmas segítségre van szükségük ahhoz, hogy megtalálják a belső békéjüket. Hogy egy államnak alapvető érdeke, hogy minél több vallásos ember legyen. Mert a vallásos emberek kevesebb bűnt követnek el, kevesebbet lopnak, tisztességesebben dolgoznak, kevesebbet válnak el, több gyermeket vállalnak, kevesebb a családi konfliktus, és hosszabb ideig élnek. Tudom mindenkinek ajánlani a receptet, hogyha szeretnének egy-két évet még pluszba hozzátenni. Azért, mert van egy belső lelki egyensúlyuk, van egy belső lelki stabilitásuk. És az bizony a stressz helyzeteknek az elkerülésébe, meg arra, hogy a testünk se betegedjen meg, arra a lelki egyensúly nagyon fontos. És ez az, amit mi, ezt nem lehet feltétlenül kilóval mérni, meg teljesítménnyel, meg százalékkal, de ők kimutatták azt, hogy egy vallásos, a hitét komolyan vevő ember az évekkel hosszabb ideig él, mint azok, akiknek ez hiányzik az életéből. És minden más területén is az életnek. Tehát azt lehetne mondani, hogy még egy ateista kormányzatnak is érdeke lenne az, hogy támogassa a vallási közösségeket, még ha nem is tette ezt. És nem is terveznek ilyet tenni. De milyen jó, hogy ma nem ebben a helyzetben vagyunk. Úgyhogy én azt a üzenetet hoztam, hogy azt a jó együttműködést, ami itt van közöttünk a jelenlegi kormányzattal, az érdemes folytatni. Arra nagyon nagy szükség van, nem elsősorban nekünk egyházaknak, hanem annak a nemzetnek, akiért mi felelősek vagyunk. A léleképítő következő vendége Esztergályos Cecília lesz. Lezárult az Én Pannóniám Kárpát-medencei vers és prózamondó verseny, amit a Szekszárdi Garai János Gimnázium szervezett immár 14. alkalommal. A háromfordulós döntőben 26 középiskolás diák vett részt. A versenyzőknek Tolna megyei kötődésű írók és költők műveiből kellett választani, így a tanulók többek között Baka István, Pilinszky János vagy Babits Mihály alkotásait is előadták a zsűrinek. Az életednek van egy titkos csúcs. Körös körül őserdő, ősbozóc, keresztül kasul vártató csapások. A sok hamistól nem látni a jót. A Szekszárdi Garai János Gimnázium 2008 óta szervezi meg az Én Pannóniám vers és prózamondó versenyt. Idén a Művészetek Házába kapott helyet, ahová az ország számos településéről érkeztek diákok. A 2008-ban elindult kezdeményezés célja az volt, hogy a középiskolásoknak legyen egy olyan fórum, ahol bemutathatják szavaló tehetségüket, illetve hogy a Tolna megyében élt és alkotott írók és költők műveit ezáltal is népszerűsítsék, ismertessék meg minél több emberrel. Strasser Márton Pécsről érkezett, a verseny első fordulójában Reményik Sándortól szavalt el egy verset. Családi hátteremből adódóan édesapám nagyon nagy Reményik Sándor rajongó, megvan szinte az összes kötete, nagyon szeretem magát a költőt is, illetve ugye a verseny kiírásban szerepelt, hogy egy kerek évfordulós költőt válaszunk, és én azért gondoltam Reményikre, ugyanis halálának évfordulója 2021, halálának 80. évfordulója 2021 novemberében volt. A második szabadon választott mű Pákolic Istvántól a Lator megjegyzése című vers volt, amihez személyes érzelmek kötik. Ezt a verset talán még jobban szeretem, hiszen egy nagyon érdekes aspektusból világítja meg Jézus halálának, a keresztre feszítésnek a történetét. Számomra nagyon érdekes, katolikus családból jöttem, hittan tanultam általánosban szinte végig, és nagyon sokat hallottam már mantrázva, hogy hogyan történt, miért történt, mint történt, azonban ez mégis egy olyan szemléletből világítja meg az egészet, ami számomra teljesen másként engedi meg ennek az egész történésnek az értelmezését. A döntőbe jutott diákok két fordulóban adtak számot szavalási képességükről. Az első fordulóban a még be nem mutatott két szövegből az általuk választottat mondták el, a következő fordulóban pedig a zsűri döntötte el, hogy kiktől kívánja meghallgatni a harmadikként megadott verset vagy prózát. Kolti Helga, színművész, a versünnep alapítvány elnöke, mint zsűri tag beszélt arról, hogy miért is vannak mindig nehéz helyzetben, ha értékelni kell a versmondókat.
Vannak ugye exakt módon megítélhető dolgok, de egy nagyon nagy rész az teljes mértékben szubjektív. És hát ezt a két dolgot kell nagyon bölcsen és jól, szakszerűen összepasszítani. Tehát amennyire fontos, hogy milyen a versmondónak a jelleme, a kiállása, a személyisége, a gondolkodása, ugyanannyira fontos az az eszközrendszer, amit el kellett volna már sajátítania, vagy folyamatban van az elsajátítás. Itt most arról beszélek, hogy milyen a hangja, hogy használja a hangsúlyokat, milyen verbális és nonverbális kifejező eszközrendszere van. Úgyhogy ez egy rendkívül komplex dolog, és amikor azt mondják, hogy a zsűrinek nehéz dolga van, ez nem egy sztereotípia, és talán közhelynek számít, de emögött valós tartalom létezik, mert tényleg nagyon fontos, hogy patika mérlegen megtaláljuk azt a pedagógiailag is értelmezhető döntést, ami akár sorsokat is befolyásolhat. A 14. alkalommal megrendezett Kárpát-medencei vers és prózamondó versenyre 47 nevezés érkezett, ebből az előzetes zsűrizés után 26-an állhattak a színpadra szavalni. Idén csak az országhatáron belülről érkeztek a versenyzők, a kialakult helyzet miatt a határon túlról most nem jöttek a diákok a megmérettetésre. Nagyon örülünk, hogy Debrecentől Nyíregyházán át Miskolcig és Mosomagyaróvártól Esztergomon Budapesten át Barcsig és Pécsig nagyon sok helyről érkeztek versenyzők, úgyhogy tényleg az egész országot átfogjuk. Most már ez hagyomány, hogy az egyik választott szövegnek Tolna megyei kötődésűnek kell lenni, tehát itt született, vagy itt alkotó költőíró verse vagy prózája legyen. A másik az általában évfordulóhoz szokott kötődni. Most mi egy kicsit kibővítettük, mert hogy 21-ben nem volt, ezért a 21-22-es évfordulókat így egyberaktuk, tehát hogy lehetett választani a tavalyiakból is, és a harmadik az pedig szabadon választott. A döntőbe jutott diákok mindegyike elismerésben részesült. A fődíjunk az egy 30 ezer forintos könyvutalvány, aztán van a nívódíjunk, 5000-rel kevesebb, nem sorolom az értékeket, de könyvutalványokat kapnak, illetve talentumdíj, és van egy reménységdíjunk is, és a közönség most már évek óta leadja a voksát a neki legjobban tetsző versmondóra, és ő pedig megkapja a közönségdíjunkat. De minden versenyző egy ajándékcsomaggal, és minden felkészítve egy ajándékcsomaggal távozik erről a találkozóról. Erdélyi árva gyerekek rajzaiból nyílt kiállítás Pakson az Energetikai Technikum és Kollégium aulájában. Már több mint egy évtizedes hagyomány, hogy az ESZI-ben jótékonysági gyűjtést rendeznek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyerekotthon lakóinak, akik hálából rajzolnak az adományozóknak. Hamvazó szerdán este Pakson az ünnepi szentmisét Böjte Csaba személyesen mutatta be a Jézus Szíve katolikus templomban. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen voltam, hogy neked udvaroltam. Tábori MSA Eszis diák szívbe markoló dallal köszöntötte az erdélyi árva gyermekek rajzaiból nyílt kiállítás megnyitó résztvevőit Pakson az Energetikai Technikum és Kollégium aulájában. Tisztaságot, erőt és bátorságot sugároznak azok a rajzok, melyeket a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonaiban készítettek a fiatalok. Már több mint egy évtizedes hagyomány, hogy az ESZI-ben november végén jótékonysági gyűjtést rendeznek az erdélyi gyerekek számára, akik hálából rajzolnak az adományozóknak. Milyen az igazi család? Erről szóltak idén az alapítvány nehéz sorsú gyermekeinek az alkotásai. A kiállítást Böjte atya, ferences rendi szerzetes, az alapítvány alapítója nyitotta meg. Egy se jár művészeti iskolába, tehát olyan nagy, hogy mondjam, nem Picasso-k, de szívből kedvesen rajzoltak és küldték nektek, hogy hálából, köszönetként, szeretettel. Szomorú, szívszaggató történeteket mesélt Böjte Csaba arról, hogyan kerülnek hozzájuk a gyerekek. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány több mint 80 gyermekotthont működtet, ahonnan több száz rajzot küldtek a fiatalok. Ebből válogattak a kiállításra az ESZI-s diákok. Akkor azért imádkoztunk, hogy a pandémia múljon el, aztán most kiderült, hogy tényleg nagyon gyorsan
pandémiát felváltott egy másik nagyon szomorú dolog, ugye ez a háború. Hát adj az Isten, hogy tényleg ez is aztán elmenjen. Hát ugye egy kisebbségi sorsból jövünk, és tudjuk, hogy milyen fájdalmas, hogyha az embernek az anyanyelvét, meg más jogait nem tisztelik, és egyfelől tényleg szomorú az, hogy hosszú évek alatt nem tudtak megegyezésre jutni Ukrajnába az orosz kisebbség sorsával kapcsolatos, úgy tudom, hogy 30% orosz ajkú lakossága van ottan, és hogy tényleg ilyen drasztikus megoldást választottak, mint a háború, hogy a problémák kezelésére. Hát imádkozunk, hogy üljenek vissza tárgyalóasztalhoz, és békében, nyugodtan, hát hogy oldják meg azokat a felmerülő gondokat, bajukat, amik hát minden társadalomban megjelennek. Miért ne lehetne az ukrán társadalomban is gond, baj, de ne ez legyen a megoldás, a háború, hanem a párbeszéd. A kárpátaljai menekültek megsegítése egy újabb feladat számukra. Hát én se gondoltam volna egy jó héttel ezelőtt, hogy hát Budapest mellett Csobánkán mi befogadunk, egy otthonunk van ottan, és az éjjel befogadtunk 15 gyereket és 7 felnőttet, Kárpátaljáról, nagyszülősről menekültek, és hát ma együtt miséztem, imádkoztunk a gyerekekkel. Nagyon aranyos, kedves fiatalok, hát ők se gondolták egy héttel ezelőtt, hogy hát itt Magyarországon fogják folytatni az iskolát. Beszélgettünk, aranyosak voltak, mert mondták, hogy ott náluk a legjobb jegy a 12-es, 11-es, az már nagyon jó. És hát mondtam, hát itten én örvendek, ha egy 5-öst fogtok hozni legalább, az a gyermeki huncutság ott volt a szemükbe, és azt gondolom, hogy meg is kell tegyünk mindent, hogy a mi szemünkbe is, az ő szemükbe is, mindannyiunk szemébe a remény, a hit, a szeretet lángja ne aludjon ki. Atyád, aki a rejtekben is lát, megtisztelt. A kiállítás megnyitó után a Makovec Szentlélek templomban folytatta Paksi körútját Böjte atya, majd a Jézus szíve templomban személyesen mutatta be Hamvazó szerdán este az ünnepi szent misét. Mindannyiunkat ért és érni fog biztos fájdalom, sérelem, akarva akaratlanul egymás szívét talán át is tudjuk döfni. És igazából húsvétnek a nagy üzenete az, hogy átdöfött szívvel is lehet szeretni. Jézus ugye feltámadt, és az ő szívén ott maradt a sebhely, hisz oldalát ugye megmutatta Tamásnak, hogy ott van a sebhely, de ennek ellenére tud élni és szeretni. És azt gondolom, hogy a kereszténységnek pont ez a lényege, hogy nem egyszer használatos zsebkendők vagyunk, hanem ki tudunk engesztelődni, újra tudunk kezdeni, talpra tudunk állni. És húsvét ezért olyan fontos és drága ünnep számunkra, mert tény az, hogy feltámadás nélkül, újrakezdés nélkül a világunk tényleg a gyűlölet, a harag, a háború poklába el fog süllyedni. Adja az Isten, hogy mi is itt Kárpát-medencébe, de az ukrán-orosz testvéreink ott a nagy orosz alföldön, Ukrajnába tudjanak újrakezdeni, és akár átdöfött szívvel is szeretet útjára rálépni. Mindannyiunk életében voltak nagy csütörtökök és nagy péntekek. Az emberiség életében is van nagy csütörtök és nagy péntek. Pakson az ünnepi szentmisét követően a templom oldalhajójában kiállított erdélyi árva gyerekek alkotásait is megtekinthették az érdeklődők. Kétségkívül ő a magyar televíziózás újabbkori történetének egyik meghatározó figurája. Olyan műsorokat vitt sikerre, amelyek emlékezetesek maradtak a nézők sokasága számára. Vezetett vetélkedőt, reggeli rádiós műsort, de leginkább a talkshow-i jelentenek vízmértéket a szakmában. Jakubcsek Gabriella közönség találkozóján ezúttal a Covid-járvány idején tapasztaltakról írt könyve kapcsán kapott meghívást a Babits Mihály Kulturális Központba.
Én itt vagyok, jaj, akkor beállítsam a kamerát. 10 percig nem történt semmi. Tulajdonképpen nem volt mit mondani, csak jelen lenni. Csak hogy jelen legyünk, hogy meg tudja tartani a saját rajongó táborát. A Covid idején számtalan olyan program volt látható a neten, ahol ismert emberek próbáltak kapcsolatot tartani a külvilággal, az imént hallott módon. Jakubcsák Gabriella önként kimaradt ebből. Azt mondta, teljesen felesleges tartalmak készültek, és őt egyáltalán nem inspirálta az a helyzet, hogy a saját gardróbjából vagy konyhájából jelentkezzen be vélt vagy valós népszerűség fenntartása érdekében. Inkább nekiállt és könyvét gyúrta az élményeit. Úgy éreztem, hogy erről kell írni egy könyvet, és azért, mert éreztem, hogy pont zajlik az, hogy az életünk teljesen megváltozik, és az a kérdése adekvált már, hogy mikor térünk vissza a régi kerékvágásba, mert mi már oda soha nem fogunk visszatérni. Na azt látom, hogy ugye 2 évig megtanultunk háttal közeledni egymáshoz, vagy távolodni, ki hogy értelmezte a dolgot, aki közeledni akart, az is csak háttal tudott. És azért ugye azt mondják, hogy 6 hét alatt a szokásaid megváltoznak. Na most ez nem 6 hét volt, ez 2 év volt. És szerintem nagyon sok szokásunk változott meg a hétköznapokban, hogy amit most írunk, az a történelem e percekben is, mit fog hozni az összecsiszolódásba, az megint nagyon érdekes. Tehát lehet, hogy amit ez szétszakított, az ez most összehozza. Én ebben bízom. De mindenképpen kell beszélni arról, hogy mik azok az emberi tulajdonságaink, amik előjöttek a Covid alatt, mik azok, amiket állandósítottunk magunkba, és azt mondjuk, hogy ez már így marad, és hogy ennek milyen hátrányai, vagy milyen előnyei lesznek, mert szerintem egyébként volt olyan, amiben előnyünk is lesz. De ezt már írja ebben a percekben felül a történelem. A szerkesztői szemléletemet teljesen átírta a járvány. Az a közérzeti talk show, amin akkor dolgoztunk, alkalmas volt arra, hogy az egyén szintjén beszéljünk a Covid okozta változásokról. Arról adott pillanatban ki hogyan tudja kezelni a különböző élethelyzeteket. Több volt a civil vendég, mint a közismert. Ha közismert ember jött be, az csak a saját privát történetével jöhetett be. És én annyi, de annyi személyes történettel, tragédiával és nagy váltással szembesültem ez alatt a 2 év alatt, hogy hálás lehetek a Jóistennek, hogy én munkával töltöttem ezt a 2 évet. De hogy itt haltak emberek, születtek emberek, az életük legnagyobb eseményei történtek ez alatt a 2 év alatt, a saját családomban is zárt körű esküvő, unoka születés. Tehát nagyon érdekes volt ez a 2 év. Máshogy szerkesztettem, persze. Az volt a minden adásnál az volt a kérdés, hogy mi a személyes drámája, és abból hogy jött ki. Mert pozitívnak kellett maradni. Volt egy időszak, amikor egyrészt nagyon nehéz volt vendéget találni. Tehát a félelem olyan erős volt, hogy egy olyan műsorban, ahol 8 vendégkel egy adásba, hát mi sírtunk a szerkesztőkkel, mire megvolt a lista, már nem volt igaz szerdára, mire a felvétel volt, mert már 2 kiestek. Tehát ez egy gyötrelmes időszak volt. Jönni jöttek, aki tudott, az jött, mert legalább valami történt az életébe. És az az időszak, amikor pedig maszkba kellett műsort vezetni, az arra azt mondom, hogy ilyen nincs. Tehát ezt nem szabad megcsinálni még egyszer. Akkor nem kell adást csinálni. Amikor a Jakubcsek Pluszt lezártam, de hát azóta volt egy Jakubcsek Night is, de amikor a Jakubcsek Pluszt lezártuk, 3700 vendégnél tartottunk, és ez csak ez a széria. Tehát én azelőtt már csináltam több talk show-t, azokat most még nem tudom összeadni, meg ugyanilyen volt mondjuk a kvíz is, ahol naponta 5 játékos volt benne, de azért 3700, gondolj bele, az egy kisváros. Mi ember, aki csak az alatt a 2,5 év alatt megtisztelt a történetével. Úgyhogy hiányzik is nagyon. Állandó statisztikákat készít. Pontos kimutatása van arról, hány műsorpercet gyártott, hány vendéggel beszélgetett, milyen tartalmak kerültek újra-vissza a képernyőre. Megszállottan szereti a szakmáját, melyben, mondjuk ki, etalonná vált. Major Tamás mindig azt mondta nekem a színművészeti főiskolában, hogy ezen a névvel nem lehet színésznő senki, tehát ilyen Jakubcsek, ez létezhetetlen, és akkor megkérdezte, hogy hívják az édesanyámat, mondtam, hogy Púpirén, azt mondta, akkor inkább Jakubcsek. Úgyhogy maradtunk a Jakubcseknél, és tulajdonképpen megmondom neked őszintén, hogy most már úgy vagyok vele, hogy ha megkérdezik, hogy is mit írhatnak a nevem mellé, akkor én nagyon szoktam tiltakozni, hogy ne írjanak titulust.
Tehát ha valaki tudja, hogy a Jakub cseki, akkor megtisztelő, akkor köszönöm, ha nem, akkor nem fogok elkezdeni magyarázkodni. Azon kívül meg én ezt egy pályának választottam annak idején, és ma ez egy beosztás, én ezt mindig elmondom. Tehát ma már bárki mellé oda lehet írni, hogy műsorvezető. Szakmailag nagyon el vagyok keseredve, de vannak jó példák. Tehát azért nem aránytalanságok vannak inkább. Hogy bizonyos műfajok nincsenek jelen, most nagyon sok tehetséges ember van, nagyon kevés a műfaj. Tehát nagyon sok egyforma műsor van, tulajdonképpen két pólus van, a rettenetesen sok asztalnál ülős bácsi beszélget a politikáról acsarkodva a különböző csatornákon, és nagyon sok nagyon látványos és nagyon szórakoztató műsor van, ami tarol, de a kettő között a valóság, amire a televíziózás létrejött, az nagyon kevés. Tehát az olyan típusú műsor, ami dokumentumfilm, ami kitekint a világra, ami emberi történeteket mutat meg, ami érzelmeket csal, ami értéket teremt, abból nagyon kevés van. Azt gondolom, mondja, a háborúnak megint olyan befolyása lesz az életünkre, melyről egyszer majd újraírni kell. A tévébe meg csak akkor megyek újra, ha valaki egy olyan műsort elvel keres meg, ami számomra is vállalható. És nem kell érte feladnom mindazt, amit fontosnak gondolok életről, szakmáról, hivatásról. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!